reggeli személy. Iványi Gábor a ma reggeli személyünk. Jó napot kívánok, örülök, hogy itt van az Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője. Több mindenről akarom kérdezni, például arról a perről is, amelyet a magyar állam ellen akarnak indítani, ugye az elmaradt, vagy szükségképpen elmaradt 1%-os támogatásokkal kapcsolatban. De most valahonnan máshonnan indulnék. Ugye látjuk ezt a nagyon brutális inflációt, az áremelkedéseket, különösen az élelmiszer ár emelés. Ugye el tudom képzelni, hogy azoknak az embereknek, akiknek eddig is nagyon nehéz volt, és ebből eddig sem volt kevés, ez mit jelent? Illetve nem is biztos, hogy el tudom képzelni, ezt kérdezem öntől, hogy akikről önök részben legalábbis gondoskodnak, mit jelent ez a brutális élelmiszer árdrágulás, és az önök munkája szempontjából mit jelent ez? Még teljes egészében nem lehet felmérni, de egy kis összehasonlítást hadd tegyek, mert épp a múlt héten jártam kint Ukrajnában, ahol ugye háború van. Igen. És hát meglepetten tapasztaltam, hogy nyilván abból adódóan, hogy viszont a szomszédban nincsen háború, ezért olcsóbb az élet, mint Magyarországon. Tehát mi vittünk többször élelmiszert, és arra jutottunk, hogy inkább Ukrajnában vásárolunk be, mint hogy Magyarországról vigyük a cukrot, lisztet, tésztát, zöldséget és egyebet, sőt, most az egyik helyen, ahol egy nagyszerű asszony etette a háború miatt bajba került családokat, illetve a pihenésre visszahozott katonákat is vettünk neki, 60 csirkét, 10 kakast, meg 30 kacsát, és meg kellett állapítanom, hogy legalább 20%-kal olcsóbb az élő állat is, mint Magyarországon, és az üzemanyag is lényegesen olcsóbb, mint Magyarországon. Szóval, hogy a magyar infláció mögött milyen gonosz kormányzati szándék, nem is kormányzati szándék, hanem a hatalmon lévő személyek kapzsisága húzódik meg, és irgalmatlansága az egyszerű emberekkel szemben. Ez az, ami felháborító ebben az egész történetben. Nem kellene ennek ilyen gyötrelmesnek lenni. Na most, hogy az emberek abba a helyzetbe kerülnek, amiben a vidéki iskoláink kis polgárai és a szüleik vannak, hogy mint a rendszerváltás előtt mértük a jóléti kosárral összefüggésben, hogy hányszor esznek meleg ételt, hányszor van hús az étkezésnél, hogy ez ma visszajön megint. Nem kellene itt tartanunk semmiképpen, de nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy a gyerekek rendszeresen csak a mi iskoláinkban étkeznek, és hétvégén nem is biztos, hogy jut nekik ebéd, meleg étel többnyire nem, és ezért azzal kell kezdeni hétfőn az oktatást, hogy mindenkit megetetünk, vagy jön a nyári szünet, most már szünetben is főzünk, ahol csak lehet, mert különben a nyári szünet végén tapasztalható, hogy az egész nyári időszakban hát a gyűjtögetés és a természet adta lehetőségek azok, amikből sokan élnek, és ennek nem kellene így lenni. Magyarország nem véletlenül van benne a gazdagabb országoknak a felső egy negyedében talán. Szerintem lehet, hogy annak a fölött is. A fölött is. Szerintem. Lehet, hogy nem a csúcsán, de ennek nem kellene így lenni, és hogyha ennek az országnak irgalmas, együttérző, felelős vezetése lenne, nem véletlenül, hogy nincsenek felelős minisztériumok, semmiért senki nem felel, egy embernek kellene ezért felelni, aki a dolgokat a maga szeszélye és önzése szerint irányítja, az Orbán Viktor, és hogyha ő távozna, akkor a helyzet lényegesen javulna, nem csak a tekintetben, hogy kevésbé sodródnánk háború felé, hanem abban is, hogy az emberek egyszerűbben és természetesebben laknának jól, mint abból, amit egyébként rendelkezésünkre állnak. Ez
nyilván nagyon fontos, és az az első dolog, hogy enni adni azoknak, akiknek nincs, vagy akik nélkülöznek. De hát, hogy szokták ezt mondani, hogy nem halat kell adni, hanem hálót, azért hosszú távon mégiscsak az lenne a megoldása, valamiképpen ezeket az embereket, ezeket a családokat olyan helyzetbe hozni, hogy magukat el tudják minél inkább tartani. Tehát, hogy olyan iskola rendszer legyen, ami ott is ad tudást, amik itt a végeknek nevezünk, amik nagyon messze vannak, hogy olyan munkahelyek, nem csak ez a megalázó, vagy sokszor hát ilyen hatalmi szempontokból elrendezett közmunka legyen, és az összes többi. Igen, ezt itt a végeken nagyon jól lehet érezni, hogy például nincs ugye 50 kilométeren belül munkahely, és azon kívül pedig közlekedés sincsen. Tehát ha valakinek nincs saját autója, vagy nem tudnak néhányan összefogni, akkor nem tudnak eljutni munkahelyre, és munkahely 50 kilométeren belül nincs. Ugye a zárványokban élnek a családok, ezeken a vidéki helyeken a TSZ-ek megszűntek, sajnos, most már azt kell mondani, és valaki felvásárolta az egész környéket közpénzen többnyire, ezt tudván tudjuk, és nincsen szükség munkás kézzel, csak néha dohánytörés idején, vagy nem tudom, a szüretnek bizonyos szakaszaiban, de ezek alkalmi munkák, és nagyon sokszor figyelhető meg az, hogy a közmunkások, a helyi polgármesternek a földjén végeznek közmunkát, tehát még a fizetésük sem valaki gazdag vállalkozó vagy földesúr zsebéből megy, hanem az is valamilyen módon közpénzből, és hát gyűjtögetés őskori prehisztorikus állapotában vannak sokan, akik ilyenkor megpróbálnak az erdőből gombát szedni, vagy elkapni egy-egy nyulat, de hát az erdő is már egy másik földesúré, vagy ugyanazé a földesúré, és ha nincs engedély, akkor jönnek az eszméletlen büntetések, amiket soha nem tudnak kifizetni ezek az emberek. És nyilván ebből a halmozottan hátrányos helyzetből, nem is tudom, hogy kell ezt mondani, kitörni, csak baromi komoly állami programokkal lehetne. Tehát nagyon fontosak az egyházak, a szociális szervezetek szerepe, nyilván a nagyobb humanitárius katasztrófa elkerülésére, de nem tudom elképzelni, hogy ezt nagyon komoly állami akarati szerepvállalás nélkül meg lehet változtatni ezt a világot. Ott, ahol az állam átcsúsztatja mondjuk például az oktatást, a közoktatást, az egyházak fenntartásába, ott is megfigyelhető, hogy aki nincs közel a tűzhöz, és nem kap kiegészítő támogatást, mint egy mi nem kapunk például, ott tehát vért kell izzadni azért, hogy elemi szinten biztosítva legyenek a dolgok, és hogy nem véletlenül találták ki, hogy 18 éves korról 16 éves korra viszik le a tankötelezettséget, mert a gyerekek mielőtt befejeznék a tanulmányaikat, kénytelenek elmenni, mert a családnak minden dolgos kézre szüksége van, és akármilyen botrányosan alacsony a közmunka díja, meg bármennyire is értelmetlen ez a munka, de mégis valami bevétel a család számára, és hiába könyörgünk, hogy de hát most mindjárt kapsz egy szakmunkás bizonyítványt, bírd ki, vagy le tudsz érettségizni, és ez egy komoly előrelépés, nem teheti meg, mert ha nem vállalja el a önkormányzat által fölkínált, bár az is már egyre kevésbé van fölkínált közmunkát, mert nekik megbizonyítani kell a statisztika miatt is, hogy foglalkoztatást komolyan veszik. Tehát ha nem fogadja el a felkínált lehetőséget, akkor nem kap legközelebb, és nem lehet ebből az ördögi körből kitörni, pedig az egyetlen lehetőség arra, hogy valakivé váljon, hogy esetleg ne csak itt határon belül legyen képes rabszolgamunkára, hanem el tudjon mozdulni, és egy jól megszerzett építőipari szakmunkás bizonyítvánnyal elmehessen nyugatra, valahová, Ausztriáig legalább. Legalább Nyugat-Magyarországra. Vagy legalább Nyugat-Magyarországra, arra semmiféle esélye nincs. Úgyhogy itt a leggyorsabban az áhított változás után valahogy ezt az oktatáshoz, a tanuláshoz való jogot kellene rendbehozni, megerősíteni, hogy valahogy legalább egy
egy másfél-két évtized múlva fel tudjunk zárkózni Európának a végéhez. Ugyanakkor van egy ilyen politológiai közhely, hogy éppen ezeken a kis településeken, zárványokban a nagyon rossz körülmények között élő emberek között meglehetősen magas a Fidesz támogatottsága. Tehát, ugye, hogy nincs politikai kockázata, megint ma erről sokat beszéltünk, ilyen viszonyokat fönntartani, mert a szavazat úgyis bejön, az összes többi meg... Az a helyzet, és szoktam idézni mindig Bicser Stone-nak a Tamás bátya kunyhója című könyvét, ahol a félig agyonvert Tamás bátyát oktatja egy nő, aki a tírgalomból a sebeit kezelgeti, hogy ne számítson arra, hogy mert ő kiállt a többi rabszolgáért, akkor most szolidaritást fog tapasztalni, nem fog ilyet, mert a rabszolgák képtelenek a szolidaritásra, mindegyik félti a maga életét, és egy hajszálon függ ez, és ugyanez a helyzet itt, hogy megmukkanni, vagy valahogy kilógni a sorból, az szinte az életveszélyt jelenti a számukra, tehát az elnyomott, jogfosztott embertől azt várni, hogy majd kiáll a jogaiért, az teljes képtelenség. Emlékszem, sok évvel ezelőtt egy kihalt kis faluba mentem el, ahol egy drogmisszió működött, és amikor 10 főről 9-re csökkent a településnek a lakosság, ez valaha egy jól menő kis település volt, és valaki meghalt, és már csak 9-en maradtak, egy férfi volt az egész társaságban, a többiek nők voltak, és ez a férfi fölöltözött ünneplő ruhába, és déli 12-kor kiállt a bolt elé tüntetni, mert bezárták a boltot, és akkor, amikor ugye 9 főre csökkent a lakosság, és állt ott a kihalt faluban a tűző napon ünneplő ruhában is. Hát úgy azon gondolkoztam, hogy kifelé tüntet, a jóisten előtt tüntet, és valami égbe kiáltó gazságnak tartja azt, hogy őróluk így, mert hogy csak 9-en maradtak, elfeledkeztek, de hát az egész vidék ilyen ma már, hogy odaállhatnának ünneplő ruhában bezárt boltjaik elé, már kocsma sem működik sok helyen. Igen, ez döbbenten hallom. Igen. Igen, de mégis akkor ez az úr, akit idéz, ezt tett valamit, tehát ő lehet, hogy a hatékonysága nem volt olyan nagyon nagy ennek az egyszemélyes tüntetésnek, de mégiscsak, miközben azt látjuk, hogy egy nagyon nagy rész hát beletörődik. Nagyon jó a felvetés, mert én is azt gondolom, hogy mindenkinek annyit kellene tenni, amit tőle telik, legalább egy szót szólni, vagy valaki mellé odaállni. Ennek is van sajnos ma már kockázata, de valahogy jelezni a világnak, hogy a dolgok nem jól mennek. Akár például kordonbontással is, mert ha Orbán Viktor megengedhette magának, hogy kordont bontson, és egy irányába, vagy irányukba elfogult bíróság is kénytelen volt ezért elítélni őket. Igaz, hogy egy aprócska ennyi-bennyi lett csupán a dologból, de ez mutatja azt, hogy az embernek szembesülnie kell azzal, hogy némelyek őt kellemetlen vendégnek tekintik ezen a földön, pedig otthon van. És otthon az embernek igenis lehet véleménye arról, hogy mi történik a házzal, az udvarral, a kertben lévő dolgokkal, hogy ki az, aki bemehet, nem mehet. Ugye a jogszabályok, amiket hoznak, azok nem azt a célt szolgálják, hogy az egyszerű ember körülményei védettebbek és komfortosabbak legyenek, hanem hogy kimozdíthatatlanok legyenek azok, akik jelenleg a hatalomban vannak, és ez elfogadhatatlan. Na most ezt szó nélkül tűrni, hát megérdemli minden nép. Ugye megint csak, ha fölidézem azt, hogy múlt héten Ukrajnában jártam, ott emberek sokasága, fiatalok ezrei halnak meg, az egyik településen, ahol lebombázták az óvodát, meg a menzát, és most segítünk helyreállítani. Ezt kimentem a temetőbe, mert időközben a polgármester is viszonylag fiatalon meghalt egy szívroham következtében. Meglátogattam a sírját, és akkor föltűnt az, ami majd minden ukrán temetőben van, hogy nemzeti színzászlók lobognak, és az arról tudható, hogy ott valami elesett hős van.
És hát ebben a kicsit, ezen a kicsi településen, a temetőben is van három nemzeti színlobogó, három fiatal fiú, akik oda jártak abba az iskolába, ahol most kialakítjuk az óvodát, meg a menzát. 20-as éveiknek az elején vannak, és az embernek tényleg összefacsarodik a szíve erre a gondolatra, hogy vannak helyek, ahol meg kell halni azért, hogy az ember a hazája függetlenségét, a nemzeti önrendelkezést, és hát nem tudom mi mindent még megvédelmezzen, hogy akkor, ha ez így van, akkor a szomszéd országban legalább annyi elvárható, hogy az ember szóljon, hogy ezek a dolgok nem jól mennek, hogy természetes legyen, hogy az anyák fölmennek a várba, és tüntetnek azért, hogy a gyerekeiket ne püföljék rendőrök, hogy ugye itt mit csámcsogtak azon a 2006-os balul elsült országos tüntetésen, ami hát egy puccskísérlet volt nyilvánvaló. Itt most nem futballhuligánok randalíroztak és törték össze a televízió székházát, hanem középiskolai diákok, érettségére készülő diákok, az élet elején lévő fiatalok voltak, akik tüntettek, akiket arcul fújtak könnygázzal. Ugye most ha ott ezeket a szemkilövős, hangzatos dolgokat komolyan vennénk, mert hát nem szemkilövésről volt szó, jó, hát a gumilövedék az mindenütt fájdalmat okoz, de akkor most szemkifolyatós spréről beszélnénk, ahogy megint csak dollár baloldalnak gúnyolt szólamoknál mondhatnánk azt, hogy van rubel jobb oldal. De ennek valahogy véget kellene egyszer vetni, és arra kéne gondolni, hogy nem ezért váltottunk rendszert. Tehát akik most arcul fújják a diákokat, azok a maga idejében diákként tüntettek. Én emlékszem Orbán Viktorra is, aki március 15-én Tamás Gáspár Miklóssal együtt, vannak erről fotók, hogy őket kísérték, vagy a rendőr a gumibottal a nyakát szorította. Hát most ugyanezt a világot hozta vissza. Mi történt ő vele? Hova lett az a forradalmi hevület, vagy csak arról volt szó, hogy az összes problémája abból adódott, hogy nem ő volt hatalmon, és most, hogy hatalmon van, most tudja, hogy mire kell a rendőri gásprét és gumibotot használni, és csak arra használja, hogy a hatalmát megőrizze. Szóval a polgároknak tudniuk kell, hogy otthon vannak, hogy ez az ő hazájuk, hogy akik most rájuk küldik a rendőröket, azok az ő szolgáik lennének, és az volna a dolguk, hogy a körülményeket, az ő továbbtanulásuk lehetőségeit, az oktatás színvonalának a biztosítását munkálják. Nem az, nekem is több gyerekem pedagógus, és egyikük éppen a mi valamelyik felzárkóztató iskolánkban tanít, és azt mondta, hogy csináljatok valamit, mert különben én is fölállok, és ott fogom hagyni ezt a mi iskolánkat is, és ezen töröm én is a fejem, hogy hogyan lehetne nyilvánvalóvá tenni, hogy az a gyalázat, ami ott kezdődik, hogy a belügyminiszter az, aki a közoktatásért felel, aki, hogy úgy mondjam, székfoglaló beszédében megüzente, hogy ő nála nem lesz tüntetés, mert majd ő azt le fogja törni rendőri erővel. Hova jutottunk? Mi történik itt ebben a világban, hogy rendőri intézkedéssel törik meg azoknak a szándékát, akik semmi más nem akarnak, csak színvonalas oktatást. Tehát oktatni szeretnének, és ehhez szabadság kell. Szabadság nélkül nincs minőségi oktatás. Tehát amikor felülről diktálják, hogy mit gondoljanak az emberek, amikor nincs csak egyféle tankönyv, amit szétosztanak, aki ettől elrugaszkodik, azt büntetik, hogy belengedték, hogy a tantermekbe kamerát fognak felszerelni, hogy belenézhetnek a pedagógusok laptopjába, a telefonjába. Micsoda világ ez, és
És hogy lehetséges, hova jutottunk, hogyha ezt mi szó nélkül akarjuk eltűrni, soha nem moccant volna a rendszerváltás felé semmi, hogyha Hajdan a demokratikus ellenzéknek ne lett volna véleménye arról, hogy Kádárnak menni kell. Most ugyanúgy ki kell mondani, hogy Orbánnak és egész bandájának menni kell innen. Mert na jó, de hogyan? Tehát, hogy ezt sejtjük. Minél gyorsabban, hogyan. Oké, de hogy mitől? Hát egyre nem úgy tűnnének, hogy mennének. Sőt, egyre alaposabban rendezkednek be. Tehát nem látom azt a politikai erőt, de gondolatot is, hogy halványan, amelyik valami más tud, olyan sikeres dolgot tud mutatni. Én sem látom, de beszélni mindenképpen kell róla, és azok a gyakorlatok, amelyek most nevezem gyakorlatnak, hogy ez is egy új dolog, viszonylag új dolog, hogy diákok ilyen határozottan kiállnak pedagógusaik mellé, ez azért ígéretes, és a dolog valahol itt kezdődik, és tudomásul kell venni, hogy ahogy a magvetésben és az aratás közeledik lassan, hogy abban nem az emberé a döntő szerep, bár nélkülözhetetlen. Tehát a magot nem ő találta fel, a földet nem ő alkotta, az esőt és napfényt nem ő adja, egyszerűen csak beveti a magot a földbe, felszántja a földet, és aztán várja, hogy a dolgok beérjenek. Szóval ugyanúgy a szabadság az egy olyan örök, mindenek felett való isteni ajándék, a legnagyobb isteni ajándék, olyan, mint a búzamag, mondjuk, ha fenkölten akarok fogalmazni. De ha valaki azt nem veti el, ha nem teszi meg azokat az apró lépéseket, ami ugortörés, magvetés, és türelmes várakozás, és a végén az aratás, akkor sose fog kenyér kerülni az asztalra. Tehát ugyanígy van a szabadsággal, hogyha nem szólunk, ha nem állunk oda, ha nem vállalunk minimális kockázatot, amennyit a paraszt vállal, hogy az éghajlattól függetlenül a maga idejében elvégzi az ugartörő és magvető feladatokat. Tehát ha ez nem történik meg, akkor nem lesz kenyér. Tehát csak áhítozni azután, hogy legyen megint mennyből hulló manna, az elfogadhatatlan, és az, hogy valaki szállítsa nekünk ide, valaki dolgozzon, álljon ki a napra helyettünk, és kaszáljon. Jó, most régi kifejezéseket használok, mert ma már légkondicionált kombányokkal szoktak dolgozni a parasztok, de hát akkor is az egy kemény munka. Tehát amennyi rajtunk áll, azt meg kell tenni, és aztán utána az ember aludhat, és mondhatja azt, hogy ennél többet nem tudok megtenni, de hogy kimenjek, hogy szóljak, hogy aláírjak, hogy vállaljam az arcomat, és ne azon tűnődjek, hogy de ha én odaállok egy tüntetésre, akkor rám lehet küldeni a NAV-ot, és aztán mi van akkor? Említette az előbb a demokratikus ellenzéket, szóval ezzel együtt a 80-as évek korábban egy sokkal zártabb társadalom működött, sokkal kevesebb információhoz lehetett jutni, még ha volt szabad Európa is, meg már utaztak külföldre az emberek, de azért egy sokkal, sokkal zártabb információ szempontból is világ volt, mint a mai. Mégis ugye a 80-as évek végére a társadalomban elég sokan arra jutottak, hogy ez így nem mehet tovább, és kellett hozzá Gorbacsov is, meg sok minden más is, de többé-kevésbé, aki a véleményét hangoztatta, azok között konszenzus volt, hogy változni kell. Most egy akármi is történik a sajtó, meg minden, de mégis csak egy jóval nyitottabb világban, hát az emberek egy jó része azt mondja, hogy hát legyen diktatúra ennek minden következményével együtt. Nem biztos, hogy szeretik, vagy örülnek neki, de hogy beletörődnek, azt látom. Hát legyen az oktatás olyan, amilyen, legyen az egészségügy olyan, amilyen, lopják el, amit bírnak, mit tudom én, látjuk, hogy mi van. Nem, pedig hát azért minden ellopott állami tévé, rádió, újságok ellenére lehet informálódni, meg vannak hétköznapi élményeit, hogy mennyit fizetsz a boltba, vagy mennyit vársz egy szemműtétre, hogy mi történik a gyerekeddel az iskolába, és hogy hányan mondjuk élnek teljesen lehetetlen körülmények között. Hát létezik szellemi restség, tagadhatatlan, és azt kell mondanom, hogy a fáradt diktatúrában a 80-as években sem a többség gondolkodott úgy, hogy szabadság kellene,
Emlékszem még az utolsó, tehát a szabad választások előtti utolsó szavazásra, amin egyesek az ellenzékből, mint például Tamás Gáspár Miklós is, vagy Rosszik Gábor elindultak, egy-két ellenzéki figura elindult, be is jutott, Rózsa Edit, vagy igen. Nem tudom, igen, ilyenek. Igen. Most már nem emlékszem pontosan a részletekre, de... Pótválasztásra jutottak be, igen. Mint Tamás Gazsi, meg igen. Király Zoltán. Király Zoltán például. Szóval igen. Sokan volt, többen voltak. Igen, de azért mégis az volt a helyzet, hogy, és ezért nem érdemes a túloldalon túlságosan és erősen érvelni azzal, hogy kétharmad van, hogy ilyen 90% fölött választottak meg egyeseket, sőt 99 egész, mert emlékszem, hogy azon ment itt a vita, hogy 99,2 vagy 3 vagy 8 Az egy verseny volt. Nagyon nagy verseny, és hát akkor is mindenki tudta, nagyon sok helyen működött a Szabad Európa Rádió, anélkül, hogy az emberek arra gondoltak volna, hogy a dolgokon változtatni lehet. Meg egy kicsit visszautalok arra, amit az előbb mondtam, hogy van valami történelmi természetesség. A hívő ember azt mondja, hogy a Jóisten a történelem ura is, hogy időnként kifárad, hogy úgy mondjam, szinte magától is egy zsarnoki rendszer, hogy eljut egy bizonyos pontra, és akkor kell az embernek jó oldalon állni, és részt venni a dolgokban, vagy addig is életben tartani az ügyeket. Most tegnap néztem éppen a híradóban, az európai hírek között ott volt az is, hogy Iránban megint kivégeztek két szemét, ott az, hogy a lányok leveszik az arcukról a kendőt, és mutatott képeket, tömegképeket a televízió, ahol egy bátor, szép lány arc jött végig a tömegen, kendő nélkül. Szóval, hogy ott sokan az életükkel játszanak, hogyha ezt megcsinálják, és nem tudom, mennyi embernek kell meghalni, most két szemét Isten káromlásért végeztek ki. Gyötrelmes gyalázat, ez is semmi, de semmi köze a vallás lényegéhez, az egy másik dolog, hogy az is egy hatalmi rendszer tud lenni, és ha csak ez a része működik, akkor az emberek belehalhatnak, belehaltak a középkorban is, meg tönkre mehetnek most is, még a mi korunkban is, itt Magyarországon is lehet következménye annak, hogy valaki elutasítja ennek az egész dolognak a hatalmi működését, de két embert istenkáromlás címén végeznek ki, akik állítólag ateisták voltak, vagy legalábbis tettek néhány bíráló megjegyzést. Na most megint visszautalva kicsit Ukrajnára, hogy ott, ahol az emberek nem vállalnak kockázatot, a szabadságért ott sokkal lassabban köszönt be. És évtizedek telnek talán el, az utódok károsztathatják apáikat, akik nem vállaltak kockázatot. Most bibliaolvasó emberként mondanám, hogy hajdan a honfoglaló zsidó törzsek, amikor elindultak Egyiptomból. Vissza a húsos vazakokhoz. Igen, persze. És megtorpantak a határon, mondván, hogy hát sárkáknak láttuk magunkat azok szemével, akiket le kellene győznünk, mert óriások hozzánk képest, és tényleg úgy éreztük magunkat, mintha sárkák lennénk, és a gyerekeink miatt menjünk vissza Egyiptomba, mert ezt a kockázatot a gyerekek miatt nem vállalhatjuk, és azt mondja Mózes nekik, hogy a gyerekeitek fognak bemenni, csak ti nem fogtok bemenni, mert gyávák vagytok, és ez a rabszolga attitűd, ez jellemez benneteket. Na most nem tudom, mennyi időnek kellett volna eltelni. 40 ahhoz. Évnek, ott tudjuk. Igen, de hogy itt is lassan közelítünk a 40-es számhoz, és hol tartunk. Mert hogy mi azt gondoljuk talán, hogy a szabadság az egy olyan egyetemes érték, amely minden honfitársunknak fontos, de hogyha a szabadságot nem egy ilyen elvont fogalomként nézzük, hanem neked kell
bizony tanmenetet írnod, és neked kell kitalálnod, hogy hogyan fogsz tanítani, és milyen tankönyv, és vitatkoznod kell a szülőkkel, hogy ez a tankönyv, az a tankönyv, és nem tudom micsoda, akkor lehet, hogy egy csomóan azt gondolják, most igazságtalan a tanárokon mindig elverni a port, de csak ez olyan kézenfekvő példa, akkor egy csomóan biztos azt mondják, hogy adják ide, mondják azt, a szülők, ha lázonganak, megvonom a vállamat, azt mondom, hogy rám oktrojálták, ez sokkal egyszerűbb az élet. Hát most nem kell annyit ugrálni, és akkor nem lesz bajod, édesfiam. Tehát, hogy a közönség, vagy honfitársaink egy jó részének ez nem olyan fontos, nem látja, hogy fontos lenne. Azzal együtt, hogy még tényleg mannát se dobnak le föntről, szóval még az sincs, hogy cserébe jól élsz, vagy békén hagynak, vagy elmenekülhetsz máshova, mert a kultúrát is látjuk, hogy megfojtják az iskolát, a nem tudom mit, a tudományos élettel mit művelnek, tehát ezeket a hagyományos civil menekülési utakat is próbálják persze elzárni, de mégis egy csomószik, jó ez így, nem kell annyit okoskodni. És képekben gondolkozom, és azt jut eszembe megint, ha már a mezőgazdaságból vettem, ugye én valaha paraszt szerettem volna lenni, és ezért érdekel, hogy mi történik a termőföldön. De sokszor jut eszembe az, hogy gyomot nem termesztünk, és nem vetünk. Tehát a gyom az jön elő a földből, jó van a vad növények között is, szép, nagyon soknak tetszik a virága, az ember egy szép csokrot össze tud belőle rakni, vagy eszembe jut időről időre Bálint Gyuri bácsinak az intelme, hogy legyünk óvatosak azért a gyomok eltakarításával is, mert hogy a növények tudják azt, hogy amit mi gyomnak nézünk, nem kultúrnövény, azért az segítségükre van a kártevőkkel elleni küzdelemben, és lehet ilyen, dolog a elvisíkon is, hogy szabadságunk korlátozása előhozhat belőlünk olyan indulatokat, olyan erőket, amelyekre bizony szükségünk van, de szóval, hogy a gyom növényeket nem szoktuk, hogy úgy mondjam, nemesíteni, néha felismerjük, hogy van bennük valami érték is, de ahhoz, hogy az embernek paprikája legyen, sárgarépája, meg zeller, meg mit tudom én, ahhoz bizony hajladozni kell, és fáj az ember dereka, ki kell húzgálni a gyomokat a földből, és ha valahol van disznó, vagy nem tudom, valamilyen tyúkok is találnak benne valami megehetni valót, azt oda szoktuk nekik vetni, de hogy ezen dolgozni kell. Most, hogy ezen dolgozni kell, az két helyen derül ki egy gyerek számára, az egyik a saját otthona, ahol a szüleinek ezt el kell mondaniuk, hogy fiam, légy óvatos, hogy aggódom érted, de azért büszke is lennék arra, ha azt hallanám, hogy te is ott voltál, vagy hogyha nekem kéne rohannom éjjel a rendőrségre, és verni a kaput, hogy azonnal engedjék ki a fiam. A másik pedig az iskola. Tehát az iskola, ne menjen pedagógusnak az, aki arra tanítja a gyerekeket, hogy legyenek nyulak, és meneküljenek, és lapuljanak, és bújjanak el, és elégedjenek meg. Hát miről szól a tanítás? Arról, hogy ne elégedj meg azzal se, amire én el tudlak vezetni, hanem lehetőség szerint legyél több, mint ami én vagyok, legyél több a tanítódnál. Én csak az első lépésekre tanítalak meg, te lépj túl rajtam, és építs egy olyan világot, amiben sokkal természetesebb lesz, hogy az embernek vannak alapvető jogai, és hogy az asztalra csap, hogyha ezek nem teljesülnek, és nem önzésből követeli ezt, hanem nem minőségi az élet, hogyha le kell mondani alapvető szabadságjogokról. Iványi Gábor, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség vezetője a vendégünk. Önök évek óta vitába állnak a kormánnyal egyházfinanszírozási kérdésekben, illetve abban, hogy lehet-e önöknek 1%-ot adni. Ugye mostanában kell lassan dönteni a személyi jövedelemadóról, amiben van lehetőség az egyházak számára 1%-ot is fölajánlani. Nagyon sokáig nem lehetett önöknek fölajánlani. Most már lehet, ugye? Most 1-2 éve. Két éve lehet. Két éve lehet, na de ott van, ott előtte jó pár év, amíg még csak a lehetőség se volt meg, hogy felajánljanak önöknek támogatást azok, akiknek ez fontos. Magyar Alkotmánybíróság mondta ki, amelyben akkor már többségében fideszes alkotmánybírák voltak, hogy alkotmánysértő módon vették el egyházi státuszunkat, ugye visszamenőleges törvénykezéssel, és próbáltak kikényszeríteni a Fidesz
élén Orbán Viktorral, hogy nulláról kezdjünk mindent, tehát vallási tevékenységet végző egyesületként állítólag a törvény erejénél fogva, normális világban ilyen nincs, nem hozunk olyan törvényeket, amelyekről a Velencei Bizottság is azt mondta, hogy ezek elfogadhatatlan, alkotmánysértő törvények, visszafelé nem törvénykezünk, nem tesszük a politikai döntés részévé, nem mondhatja ki a parlament többségi szavazattal, hogy ki egyház és ki nem. Nálunk kimondhatja, igen. Sőt, ezért lett az alaptörvénybe süllyesztve, az úgynevezett alaptörvénybe egy csomó alkotmánysértő dolog, hogy még az alkotmánybíróság se nyúlhasson hozzá. És ki agyaltak itt az évek alatt egy kicsit ránk szabottan és nyugodtan mondhatom ezt, mert valahányszor bejelentettük, hogy igen, azt a szintet is meg tudjuk ugorni, amit éppen a jelenlegi egyházi törvény mond, akkor rögtön megváltoztatták. Ugye 60 napon belül kellett volna a parlament elé vinni, még Balogh Zoltán működése idején ő kiadta azt a nyilatkozatot, hogy nem jelentünk nemzetbiztonsági kockázatot, meg efféle egyéb dolgokat, és ezt 60 napon a parlament elé kellett volna vinni, 4,5 évet vártak, és közben további 2-szer vagy 3-szor megváltoztatták az egyházi törvényt, hogy semmiképpen ne kelljen visszaadni az eredeti státuszunkat, amit mi 8 év küzdelem után 1981-ben vívtunk ki az akkori hatalommal, megküzdve többen, én magam is fölfüggesztett börtönbüntetést is kaptunk ezért a küzdelemért, de végül elértük, hogy bevett és elismert egyház legyünk 1981-ben. Ugye ez az egész procedúra 50 évvel ezelőtt kezdődött, 1973-ban éppen egy ilyen kerek évforduló van most, erre fogunk emlékezni most pünköst hétfőn is Nyíregyházán, amikor az ottani kápolnánk 100 éves fölszentelési ünnepsége lesz, meg majd októberben, amikor a Békás-megyeri kápolnánk 25. évfordulója lesz, és közgyűlésünk, akkor ezekről megemlékezünk, hogy 81-ben végül is a Magyar Állam bevet és elismert egyházát nyilvánított bennünket, és akkor jön a rendszerváltó Fidesz, és azt mondja, hogy vissza a startvonalra, és most kezdjük előről a dolgot, és nem csak a mi státuszunkat változtatta meg, hanem egy sereg egyéb tisztességesen, sok évtizeden működő egyházét is, és jól látható, hogy vannak olyanok, akik 20 éve sem léteznek, és hónuk alá nyúlnak, mérhetetlen pénzeket adnak, akik akár éjjel elfoglalják a másik felekezetet. Jó, de azért elvárnak cserébe valamit, tehát az nem ingyen nem ingyen van az, biztos van ott politikai ellenszolgáltatás. Bocsánat, hogy közbevágok, csak így látom. Mert elkalandoztam, ugye. Meg én látom az órát, hogy van itt ez a helyzet, hogy nem lehetett sokáig önöknek 1%-ot adni, viszont ha önök egy pert, amit nem nagyon értek, hogy mit perelnek, de mindjárt elmondja, indítanak azért, hogy valahogyan kártalanításban, kárpótlásban részesüljenek azokért az évekért? Hát ez egy csak az egyik dolog. Ugye, amikor lehetett most 2 éve, nem tudom pontosan miért, akkor rögtön 40 000-en támogattak bennünket, és most a legutóbbi alkalommal 52 000-en, ezzel mi lettünk a negyedik legtámogatottabb egyház Magyarországon, úgy, hogy közben nem kaptuk vissza a státuszunkat, mert úgy van kitalálva, hogy egy 4 fokozatú lépcsőn kell végigmenni. Most bejegyzett egyház lehetnénk, ami nem azonos a bevett és elismert egyházzal, ha az ügyészség ezt nem támadta volna meg, mert az ügyészség megtámadta, mert a törvény ugye arról szól, hogy az lehet bejegyzett egyház, aki 5 éven át átlagban évi 4 000 támogatót tud maga mögött. Na most nekünk úgy jön ki a duplája ennek, hogy mindjárt az első évben 52 000-en fölkínálták az 1%-ot, és én akkor hajdan tréfásan mondtam, hogy meglátjátok még, hogy ezt opponálni fogják, és tényleg így lett,
hogy az ügyészség bejelentette, hogy a törvényalkotónak az is szándéka volt, hogy a folyamatosságot mérje. Tehát legyen az, hogyha 5 éven át lehet akár 50 ezeren is támogatni, de 5 éven át teljen az idő, hogy lássuk, hogy folyamatosan támogatják-e őket. Na most ez ordas beszéd, de a kúria helyt adott ennek, tehát várjuk most azt, hogy erről egy bírósági tárgyalás legyen. Közben persze lehet fölkínálni 1%-ot, nem tudom, hogy az idén hányan fogják, és 2015 és 20 között viszont nem lehetett, azt megelőzőleg sem lehetett, de ugye Strasbourgban bepereltük, akkor az államot ezt megnyertük, és a magyar államnak kártérítést kellett fizetni, amivel elismerte, hogy igen, törvénytelenül tartotta vissza az 1%-ot. De nem azzal végződött a dolog, hogy akkor visszaadták a státuszt, hanem továbbra se adták vissza, és azt üzenték, hogy pereljünk továbbra is, és majd ha Strasbourg megint megítéli, akkor fognak fizetni. Na most ugye 2 évvel ezelőtt mégis úgy gondolták, hogy föl lehet nekünk kínálni az 1%-ot, de 2015 és 20 között nem lehetett. Sok milliárdos kárt okozott ezzel nekünk a magyar állam, ez csak egy része az 1%-os felajánlás a kárnak, amit okoztak, és most arra jutottunk, hogy bepereljük a magyar államot, és mivel minket terhel a bizonyítási kötelezettség, ugyan nem tudjuk, hogy ki kínálta fel az 1%-ot, de ezért egy nyilatkozatot bocsátottunk ki, hogy aki akarja, írja alá tanúkkal, hogy amennyiben föl lehetett volna kínálni nekünk, mert mindenkinek azt üzente a NAV akkor, hogy nem lehet fölkínálni számunkra az 1%-ot, és ez törvénytelen dolog volt, én pereltem is őket, és meg is nyertem a per, de ebből nem az következett, hogy másnak sem szabad ilyet írni, hogy nem kínálhatja fel az 1%-ot, pereljen mindenki, ezt mondták. De 2015 és 20 között, aki nekünk kínálta volna fel, ha lehetett volna, az adjon egy nyilatkozatot, hogy mi így tudjunk odaállni majd a bíróság elé, hogy igen, itt van x ezer ember, aki fölkínálta volna nekünk az 1%-ot, ezt lehetett volna, nem azt kapta volna, hogy nem megfelelő szervezetre kínálta fel, vagy ne történt volna meg automatikusan, hogy átutalták hol evangélikusoknak, hol krisnatudatú hívőknek, hol metodistáknak. Nem haragszunk mi ezért, mert rendben van, jó van, kapják meg, de hát amit nekünk kínáltak fel, abból szegények iskola fenntartása van, hajléktalanok ellátása, idősek gondozása. Tehát most ez praktikusan azt jelenti, hogy önök olyan nyilatkozókat keresnek, vagy várnak nyilatkozatokat, hogy mondjam azt, ha így gondolom, vagy így lett volna, hogy 15 és 20 között az evangéliumi testvérközösségnek ajánlottam volna föl az 1%-omat. Van is erre egy forma nyomtatván az önök honlapján ez megtalálható, ahol le lehet tölteni és lehet adni. Milyen, hogy mondjam, mi következik ebből rám, hogyha ezt aláírom? Tehát van valami kockázata vele? Vagy. Hát most nem merem azt mondani, hogy semmi kockázat nincs, mert ebben az országban mindennek lehet minimális kockázata, de ezen kívül, tehát aki eddig is mondjuk felajánlotta az elmúlt 2 évben nekünk az 1%-át, hát azon is látszik, hogy kinek töltöttek ki, tehát ha ennyire félünk, akkor van kockázata, de ezen kívül semmi, ez csak egy nyilatkozat arról, és benne van a szövegben az is, hogy semmi másra nem használjuk fel. Csak annak bizonyítására, hogy valóban fölkínálták volna, hogy nem 2020-ban gondolta az illető, hogy most mert megengedi az állam, akkor fölkínálja az 1%-ot, hanem előtte is ezt tette volna, csak állandóan lebeszélték, elhárították, azt kommunikálta annak, hogy nem lehet nekünk fölkínálni. Egyébként, ha mondjuk valaki 2017-ben önöket írta be, vagy akkor ha jól értem, hogy akkor másnak adták azt a pénzt, és akkor nem kapták meg? Tehát... Azt mi nem kaptuk, az biztos, hogy nem kaptuk meg, vagy másnak adták, ilyen hírek jöttek, vagy visszament a költségvetésbe. Tehát akkor az a lényeg, hogy ugye ilyen, hát ehhez hasonló dolgokban már értek el sikereket, mikor valahány, nem tudom, 10 000 volt a minimum, hogy annyi tagot kell bemutatni, azért ez egy pillanatok alatt összejött. 3 év alatt 18 000. Igen, hogy az evangéliumi testvérközösség tagja vagyunk.
Én is tag vagyok. Köszönjük szépen, és mindenkinek hálásak. Sőt, az összes gyerekem és mindenki tag. Tehát mi evangéliumi testvérközösségi tagok vagyunk. Most ugyanebből kell ilyen 1%-os adónyilatkozatot, de ez nem a döntés az adóról, tehát ez egy külön kérdés, az egy külön kérdés, adó. Az párhuzamosan mellette az 1%-ot most föl lehet kínálni, de ez a 2015 és 20 közötti időről szól, hogy akkor ide adta volna az illető, ha tehette volna. Jó, mondta, hogy a honlapján, de még annyit segítsen, hogy hol van ez a honlap, mi a cím? Hát a www.metegyház.hu például. Metegyház.hu. Jó, azt szerintem meg, mint magyar evangéliumi testvérközösség. Magyarországi evangéliumi testvérközösség. Bocsánat, hiszen ennek a vezetője Iványi Gábor volt ma itt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Lantai Miklós, Horváth Ádám, Simon, Erika, és ma reggel itt a stúdióban Pálinkás János, baráti körben Juan néven is közismert, valamint a szerkesztő Korpás Krisztina. Dési Jánost hallották, a viszonthallásra. Reggeli gyors, nem marad le semmiről.